Beszéljünk a hétfokú skálákról. Ezek közül a dur, illetve a mol megnevezésű hangsorok a legtöbbet használt skáláink. Ismerjük meg tehát ezek elméletét, gyakoroljunk skálaképeket, és végül alakítsunk ki belőlük figurákat is. És hogyha most felírjuk sorrendben a zenei törzshangokat, akkor meg is kapjuk az első hétfokú skálánkat, ami nem más, mint az A-moll nevezetű skála, az alább látható hangüzlépések szerint. Ha ugyanezt a hangsort most nem A-ból, hanem egy kis terccel, tehát másfél hanggal magasabbról indítjuk, azaz C-ről, akkor megkapjuk a C-dur skálát is. A hangüzlépések a legfontosabbak, hiszen ezekkel a törvényszerűségekkel építhetünk további dur, illetve mol skálákat. Most állítsd meg egy kicsit a videót, és tanulmányozz az alábbi példákat, majd próbálj meg önállóan dur és mol skálákat építeni. A gitár elsősorban egy úgynevezett vertikális gondolkodású hangszer, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy fekvésben le tudunk például fogni egy akkordot, vagy végig tudunk játszani egy skálát. Ez azért jó, mert nem kell folyamatosan mászkálnunk a nyakon és ide-oda csúszogatnunk, bár vannak ilyen újrendek is, vannak olyanok, amik több fekvésen keresztül ívelnek át, de most elsőként olyanokat fogunk megnézni, amik egyetlen egy fekvésben végig játszhatók. Kezdjük el tehát a dur skálával, ami E-húról fog indulni, most jelen esetben egy G-ből. Ugye a dur skála alaptörvény szerint fogjuk felépíteni a hangokat, tehát két egész, aztán fél, aztán három darab egész, megint egy fél hang. Ez így egy oktáv, és akkor megyünk tovább a következő oktávra. Ez volt tehát a dur skálánk. Ugyanebből a hangból most építsük fel a mol alaptörvény szerint a mol skálát. Egy oktáv, megyünk tovább. Ugye az előbbinek vidámabb, az utóbbinek pedig egy szomorkásabb hangulata volt. Ezeket az újrendeket bármilyen húról el tudjuk indítani. Most nézzük meg egy A-húros verziót. D-durt fogok játszani, D-hangból indítva. Ugyanezt D-ből indítva most D-mollal. Hogyha külön-külön jól begyakoroltuk ezeket az egyes újrendeket, és meg könnyen tudunk bennük mozogni, akkor két szomszédos, egymás melletti fekvést is össze tudunk dolgozni, ugyanúgy, mint az előző részben a pentaton skálák esetében, és onnantól már nagyon szépen ki tudunk alakítani nagyon klassz lékeket, amit már is mutatok a következő példában.